Az 1974-ben végzett hallgatókat köszöntötték ma a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karán. Az ünnepi eseményre több mint 50-en érkeztek, hogy megtekintsék egykori iskolájukat és átvehessék aranydiplomájukat. Mindannyiunk számára nagyszerű érzés, hogy az egykori Alma Mater, a GANF műszaki és automatizálási főiskola, amely idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját, nem csak nagy múltjával, de egyetemmé válásával és folyamatos gyarapodásával, fejlődésével is elismerést váltott ki a magyar felsőoktatásban, vállalati partnereink körében és a munkaerőpiac szereplői között is. A Neumann János Egyetemen idén tanulmányaikat megkezdő hallgatók létszáma meghaladja az 1600 főt, és a GANF-on is közel 1000 diák kezdi meg tanulmányait, mondta el az eseményen dr. Habil Fülöp Tamás. Mint kiemelte, köszönet illeti az aranydiplomásokat, hiszen ők is hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény mára elismert és tiszteletre méltó hely lehessen a magyar felsőoktatás térképén. A rektor felsorolt néhány jelentős pillanatot, amely diplomázásuk idején 1974-ben történt. Ilyen volt például, hogy Kovács Kati Németországban az év énekesnője lett. Helyi vonatkozásban pedig az év utolsó napján az utolsó forgalmi nap volt a Heti Egyház és Kerekegyház a vasútvonal történetében. Ezt követően dr. Kovács Lóránt, a GANF kardékánya köszöntötte az ünnepelteket. Azt kívánom a Neumann János Egyetem GANF karának, hogy ma is olyan mérnököket tudjunk képezni, akik 50 év múlva majd azzal a lelkesedéssel térnek vissza falaink közé, mint önök, kedves öreg diákjaink. Végtelenül megtisztelő számunkra, hogy ennyien itt vannak, kifejezve azt, hogy az 50 éve kapott diploma és a diplomát adó iskola mennyire fontos önöknek. Dr. Kovács Lóránt ünnepi beszéde végén bemutatta a Neumann János Egyetem fejlődését, mai oktatási területeit, valamint elért eredményeit. Az ünnepségen Molnár János öreg diák mondott beszédet, ahol felidézte a régi egyetemi életet és köszönetet mondott az egyetem akkori oktatóinak. Végül az esemény méltó zárásaként az egyetem rektora és a kardékánya adták át az aranydiplomákat, amelyeket több mint 50-en vehettek át.